Köszöntöm a magyar hangok hallgatóit és nézőit, és a stúdióban pedig dr. Kis Robert Rihárdot. Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas, Pro Europa díjas, Iroko díjas, újságíró, kommunikációs szakember, és még hosszasan sorolhatnám a titulusokat, egyébként pedig nyelvész professzor, egyetemi tanár, az eltén, akkor a uh, Jatén, a Korvinuszon, és szerintem még ezt is sorolhatnám, okleveles jogász, berzsenyi díjas, és most meg is állok a felsorolásnál. Annyit elnézést a hallgatóktól, nézőktől a tegeződés miatt, mert egyébként a Magyar Rádió Reporterképző Iskolájának is az egykori hallgatója voltál, és ott éppen osztálytársak voltunk. Így van pontosan, és nagyon szépek voltak ezek az emlékek. Oktató vagyok egyébként az egyetemeken, tehát én annak idején, amikor a nyelvészet és az újságírás között választani kellett, akkor azt mondtam, hogy a nyelvészet az megmaradt, természetesen, úgyhogy PhD-fokozatot szereztem, de a tanszéken nem maradtam ott, hanem pontosan ugye veled a riporterkedést választottam, és megpróbáltam minél többet elsehetíteni ebből a szakmából is, és hát aztán nyilván a turizmus, mint speciális terület lett az egyik olyan dolog, amiben azért mélyebben is beleástam magam. És amit nem mindenki tud a hallgatók, nézők közül, hogy kommunikációs szakemberként a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a munkáját is segíthet most már több éve, hogyha jól számolok. Vannak olyan projektek, ilyen például a Határtalanul projekt, amik az utazáshoz kötődnek, olyasmikhez kötődnek, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy lényegében a külhoni magyarok Munkáit, életét megismerjük. Hát ugye van egy olyan program, aminek konkrétan az a feladata, hogy utazzon minél több középiskolás olyan területekre, ahol magyarok élnek, és minél többen ismerkedjenek meg az ottani kultúrával, amit tulajdonképpen a közös kultúrkincsünk. Nézzék meg azt, hogy miként élnek ott a diákok, a fiatalok, az idősebbek, szövődjenek, barátságok, kapcsolatok. Tehát ez lényegében egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy azért össze is függ a turizmussal is, de annál jóval több, hiszen a magyarságról szól általában. Engem egyébként mindig érdekeltek a magyarsággal kapcsolatos kérdések. Ugye így látják a magyarokat a világban címmel, könyvet írtam, három kiadást is megért, mert úgy látszik, hogy másokat is érdekel az, hogy, hogy mi magyarok hol vagyunk jelen, és hát azt is látjuk, hogy ugye a diaszporának hívjuk, tehát ott is azért jó pár helyen vannak magyarok, Ausztráliától, Tájföldön át, gyakorlatilag szinte mindenütt. Nagyon sok interjút készítettem, én ezeken a helyeken kíváncsi voltam arra, hogy miként vélekednek más országokban a magyarokról, miként vélekednek azok a magyarok, akik elmentek innen, és hogy látják azt, hogy most a magyarországi területen élők azok mit látnak magukról. Tehát egyfajta önismeret is, hiszen azt gondolom, hogy az utazás az mindenképpen azt jelenti, hogy amikor valaki távoli vidékeket felfedezés új információkat begyűjt, akkor egyben önmagát is egy kicsit átkezdi értékelni. De az tehát... egész világot bejártad többszörös. Az is egész világ azért talán... az erős túlzás, tehát ugye Nagy részt. <laughs> 174 országban jártam, de ugye ez csak az országok száma, és az egész világ az bejárhatatlan, hiszen még a mikrokörnyezetünket is nehéz megismerni. Tehát most biztos vagyok benne, hogy Budapesten kapásból tud valaki mondani olyan helyet, ahol én még nem jártam, és érdekes, és nagyon-nagyon jó, tehát még a saját környezetünket se tudjuk felfedezni. Sorolhatnánk, hogyha föl akarnánk sorolni minden országot, ahol jártál, Hát sem so hosszasan, mert ugye 193 ENSZ van, és 174 országban jártam. Egyébként az országok közben szaporodtak is ahhoz képest, amikor elkezdtem ezt az egészet csinálni, mert eleinte ugye, amikor elkezdtem, akkor még Jugoszlávia volt, meg Szovjetunió, meg nem volt még különvált Eritrea, ugye Etiópiából kivált, aztán kelet Timor is keletkezett, meg van most már Dél-Szudán, tehát az országok azért szaporodnak egyelőre legalábbis az a tendencia. A 90-es években ezt itt a közelünkben is meg lehetett élni a Balkáni háborút követően, itt is szaporodtak az országok. De ha már a nemzetpolitikai műsor, amiben beszélgetünk, mikor jártál először határon túl a Kárpát-Medencében, például Erdélyben? Ha jól sejtem, akkor ez a 90-es évek eleje valamikor? Kérem szépen, 1989-ben volt, és még a Ceausescu rendszer volt, és az egyik erős osztálytársam, amikor egyetemre jártam, de eltérre jártam magyar történelem szakra, és akkor elhatároztuk, hogy viszünk konzerveket. De ő elhatározta, mert én nem is tudtam, hogy ott mi történik, vagy mi van. Én fölöttem. Sopronból, és néztem, hogy te jó ég, most hol vagyok, mit csinálok. És végül az történt, hogy hogy elmentem, és vele együtt vittünk konzervet, pixalámit, amit tudtunk ottani ismerőseinek, majd visszajöttem, és aztán pont a Széchenyi könyvtárban üldögéltem, és tanultam, amikor decemberben hirtelen bemondták a Széchenyi könyvtárban sosem tudtam, hogy egyáltalán ilyen hangszorok vannak, hogy minden teremben valami nagy fontos üzenetet Sőt, el lehet jutatni. Is. Hát most a mikrofonok is, igen, és akkor hirtelen megszólalt egy hang, hogy kitört a forradalom Romániában, és akkor hirtelen mindenki megdermett, és akkor most mit jelent, jó és utána pedig a televízió képernyőjén követtük az eseményeket. Beleestél -e abba a sztereotip helyzetbe, hogy akár nyelvészként, hogy te is úgy kiáltottál föl esetleg egy találkozás során erdében, hogy de szépen beszélsz magyarul. Nem, de nem azért, mert én annyira tudományosan megalapozottan éltem az életemet Sopronban, hanem mert semmilyen elképzelésem nem volt az életemet a világon, tehát nem volt ilyen elképzelésem, hogy hogy, mint, hát nekem a kedves barátom, osztálytársam az, az mondta, hogy amikor kimegyünk, akkor elmegyünk majd ott élő emberekhez, és akkor mi, hogy magyarul beszéltek, és azért, ez természetes, természetes, volt. volt tehát nem is vetődött fel az a kérdés, hogy, hogy miért ne beszélnének magyarul, vagy hogyan. Tehát én nem jutottam el addig, de mondom, ez valószínűleg azért, mert annyira felkészültem voltam, hogy még arra a szintre se jutottam el, hogy egyáltalán hol vagyok. Hát én azt se tudtam egyébként, hogy, hogy melyiknek mi a román nevet. Tehát nem tudom, emlékszel, hogy egyszer még egyébként téged is felhívtalak, hogy Csíkszeredába akarok menni, de nagyon nem találom a térképen. <laughs> <laughs> miért Igen, én? igen. Úgyhogy Úgyhogy azt követően, utána én még az egyetemista társaimmal hosszú ideig kiártam, és amikor lehetett, akkor elmentem jó pár helyet megnézni. Kolozsváron pedig az egyetemen is tartottam előadást, és ez számos alkalommal büszkeséggel utána töltött el, hiszen ez nagy rang volt, hogy én akkor lényegében talán azt hiszem harmadikas voltam, és már előadást tarthattam kint. Egyébként azt, hát pedig azért pedig magyarul. Magyarországon... Többet is tettél, tehát nem tudom hány év telt el a 89-es első kiutazás követően, de a te fűződik a Gyergyó Szent Miklós turisztikai koncepciónak a megalkotása, és gondolom az ottani polgármester vagy önkormányzat megbízásából dolgoztál, akkor ehhez azért kellett feltöltődni információval bőségesen Erdélyről ami nekem nagyon-nagyon pozitív volt rengeteg helyen, hogy felkéréseket kaptam úgy, hogy azokat, amiket mondjuk hasznos jó javaslatként megértek, azokat ténylegesen is hasznosították, tehát volt értelme bizonyos dolgoknak, amiket csináltam, és láttam annak a manifestációját. Tehát láttam azt, hogy amikor ottani barátaimmal együtt készítettünk egy jó filmet, mondjuk Gyergyőszert Miklósról, akkor láttam azt, hogy osztogatják ilyen, akkor még DVD volt a divat, és akkor mindenki kapott egy dvd gyergyóról, és akkor örülök annak, hogy az ottani barátaimmal együtt, és egy Zsigmond csináltunk egy olyan filmet, ami, ami utána tényleg mindenhol elterjedt, és sokan nézték, és tényleg vannak olyan feltöltött anyagok, még nem is tudja senki szerintem, hogy még én csináltam régen azon a környéken, és nagyon jók a nézettségei a YouTube-on és az egyéb megosztókon. Tehát ebből a szempontból ennek nagyon örülök, bár hozzáteszem összességében mindez, mint utazni, vágyó és a magyar érdeklődő embert, és általában mint, mint turisztikával foglalkozó újságírót is nagyon-nagyon érdekelt. De nekem érdekelt az, hogy Gyerjó Szent Miklós mit tud. Tehát nekem azért sok minden újdonságot hozott az, hogy ott élnek magyarok, örmények, még élnek ugye, de hát németek, szászok is, tehát tényleg egy viszonylag több nemzetiségű a település, van örmény kórus is. Érdekelt az, hogy a gyilkostónak mi volt a története, ami hozzá tartozott, hogy megyei jogú város és közigazgatási határahoz tartozott, akkor ugye a békás kapcsolatos vita, hogy most az kihez tartozik, micsoda, hol van ott, hogy kerkezett, micsoda, a természeti a gyógykán, értékek, a így, tehát... van, így van, így van, így tehát nagyon sok minden volt az, ami azt gondolom, hogy, hogy érdekes volt és fel tudtam fedezni, és hát persze tudtam olyan javaslatokat is hozni, szerintem, amik közül jó párat meg is fogadtak, és amit meg is csináltak, és az egyébként ez nem egy olyan nagy csoda, hiszen nincsenek ilyen sztereotíp receptek, hogy na, ezt kell megcsinálni, és akkor működni fog az éttermed, ezt kell megcsinálni, és akkor működni fog a szállodá. Én semmi más nem tudok, mint hogy sok helyen voltam, és nyilván azért próbálom képezni magam, hogy, hogy alapvetően a szakma dolgaival tisztában legyek, de sok helyen voltam, és el tudom mondani, hogy mondjuk másut, mi az, ami bevált, mi az, ami kevésbé vált be. És sokkal jobb más példája megtanulni azt, hogy mi az, amivel mondjuk lehet pénzt hozni, turistát hozni, mennyire fontosak az élmények máshol. Tehát azt gondolom, hogy ezt tanulható, de a tapasztalat az kívül fontos az idegenforgalomban, és ott azért sokat használhatott az, hogy, hogy én próbálkoztam segítkezni abban, hogy, hogy mik a tapasztalatai más területeken, más helyeken. Akkor és... azért, amikor ezt a koncepciót kidolgoztad, elkészült, megírtad, Sokkal könnyebb helyzetben voltál te is, szakértőként, és a Gyergyó Szent Miklósiak is gondolom, ha mostani helyzettel vetem össze. Tehát egyrészt így látják a magyarokat a világban, ez a mostani helyzetben érdekelne, hogy te hogy látod, hogy látnak bennünket. Másrészt mi hogyan látjuk saját magunkat Kárpát-medencében elsősorban magyarok, és főleg azok, akik leginkább érintettek valamilyen formában a turizmusban, mert hogy most nem könnyű, az biztos. Ha valaha nehéz volt, akkor most nehéz a helyzet. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nehéz a helyzet, mindig van rosszabb és jobb is. Tehát Szerintem a koronavírus idején sokkal nehezebb volt a helyzet, mert hogyha administratív korlátozások miatt nem tudsz utazni, és be vagy zárva, mert kiárási tilalom van, akkor az, az tényleg nehéz helyzet. Most lehet, hogy van drágaság, lehet, hogy van infláció, vannak gondok, nehézségek, de alapvetően tudsz utazni, ki tudsz mozdulni. Tehát szerintem érdemes pozitívabban gondolkodni. Én pont most voltam egy külföldi munkán, és akkor találkoztam jó pár olyan emberrel, akik teljesen pozitívan látták a világnak a elkövetkezendő idejét, tehát nálunk itt, Európában nehéz a helyzet, de Amerikában nagy az infláció, de sokkal derülátóbbak az ázsiai területeken, Körüljük. vagy akár közel-keleten sokkal derülátóbbak, tehát igen, hozzáteszem azért nálunk Magyarországon az is közrejátszik, hogy ha elolvasod a médiát, akkor utána Csodálkozom, hogy nem megyek a falnak, mert mindenki panaszkodik és sír. Tehát persze nyilván Igen, vannak nehézségek. A szakértők de... mondják, hogy a válságnak is az alapja a válság tudat. Tehát, hogyha a válság tudat az elterjed, akkor az bevonza a válságot. Nyilván, így van, így van, így van. Tehát természetes, hiszen azért tudjuk azt az újságíró szakmából, hogy a kollégáknak az a dolga, hogy megírják ezeket a dolgokat és feltárják ezeket a nehézségeket. De hát az is biztos, hogy mi fogyasztók, meg amikor megnézzük, akkor másik oldalon, ha a fogyasztói énünket veszük elő, akkor az ezért nehéz úgy, úgy uh, olvasgatni a dolgokat, hogy te jó ég mi lesz. Hát én meg úgy látom, hogy én sokkal optimistá vagyok úgy mentalitásban is, és hát... Ha... Ezt jó hallani főleg akkor, hogyha ez a beszélgetés, ez a műsor már az új évben 2023 első vasárnapján, pontosabban második vasárnapján <síns> kerül majd adásba, és a hallgatók számára, a nézők számára valami bíztatót mondjunk, hogy miért is lesz érdemes idén is mondjuk a Kárpát-medencében elutazni ide vagy oda ezt vagy azt megnézni? Szerintem mindig érdemes, mert feltöltjük önmagunkat. Tehát sokan kérdezték tőlem, hogy hát azért ugye a munkám kapcsán én tényleg sok helyen jártam a világban, hogy, hogy, nem sajnálom, hogy nem lehet menni, mert koronavírus járvány van, mondom, de sajnálom, de én nagyon boldog vagyok, mert elmegyek a belföldi területekre, és a belföldi kalandozásaimról számolok be, és egyébként is nagyon sok olyan célállomást is perek ide ami, jó, ami jól mutat. De hát akkor nem sajnálom e azt, hogy nem tudom, nem tudok ide vagy oda elmenni, akkor elmegyek másik helyre. Tehát, tehát nem az a típus vagyok, aki elkezd ezen, ezen elkezdtem és ö, most kimentem ugye a világbajnokságon is ugye ott jártam, és mondták, hogy hát te jó és akkor hogy, hogy most nem, nem tudom, Európába, vagy Belföldön, vagy Barcelonába, vagy hát mondom, hát oda megyek, ahova hívnak, ahol egy üzleti modellt tudok összerakni belőle. Tehát ilyen értelemben én megpróbálom minden körülmények között jól érezni magam. Az volt a világbajnokság szlogánja, hogy now is all, most van minden, és szerintem azért ez nem egy butaság, hogy, hogy próbálj meg a mindennapjaidat jól megélni, és arra nem kell feltétlenül azon gondolkodni, hogy milyen szörnyű lesz jövőre. De visszatérve egy kicsit a kárpát tehát én azt látom, hogy azért a koronavírus-járvány követő időszaknak volt egy hozadéka, pedig az, hogy a különböző belföldi kalandozások, magyar Kárpát-medencei tájak felfedezése, a különböző magyarok által lakott területeknek a felfedezése, azért trendivé vált, láttuk, hogy milyen értékeink vannak, milyen csodálatos templomaink, milyen túraútvonalak, és mennyi mindent lehet csinálni. És, és, és számos kastély Magyar Kormány támogatással is most az utóbbi években évtizedekben felújítottak, és ez tart folytatódik. Csak egy érdekességet hagy mondjak, én elvittem egy csoportot például berek környékére, és megnéztünk olyan templomokat, mint a Mezitlábas Notre Dame, tényleg, vagy, vagy a Mosolygó Szentek templomban sokan felkapják a fejüket, hogy ilyen is van. Hát igen, vannak ilyenek is, ezek szép gyönyörű templomok például a berekben. De hogy átmenjünk hogy a határ túloldalára, én hosszú-hosszú időn keresztül szerveztem egy barátot, a egy Erdélybe mutató túrát, Azért, mert nagyon sokan szkeptikusak voltak, hogy te jó ég, hát most miért menjek én ugye Romániába, elmentek Nagyváradra, és azt mondták, hogy hát, hát figyelj, hát itt sokkal többen beszélnek románul, mint magyarul, hát most tehát nem, nem ismerték meg azt, hogy hogy oké, okay, de mennyire mondjuk. Ezt tegyük hozzá, hogy azért a 70 es 80-as évek román diktátori politikájának a következménye az, hogy Nagyváradon így alakult a lakosság. Hát persze rá. értem, csak uh, ugye mondjuk nagyon sok ember, aki mondjuk Magyarországról kimegy, azt mondja, hogy na hát akkor átugrok és megnézem, és, és igazából De akik foglalkoznak ezzel, azok, igen, azok látják azt, hogy hogy, hogy tényleg ebben hol mennyi magyar, hogyan, miként, mit csinál, tehát ne abból induljunk ki, hogy mondjuk a magyar populáció teljes egészében ismeri azt, hogy, hogy a politikusaink mit csinálnak mondjuk a nemzetpolitikában. Tehát ez azért nem egy axióma. Következésképpen. Jó pár olyan emberrel, akivel együtt dolgoztam a rádiókban, televízióban, értelmiségét, a Láfa magazin főszerkesztőjétől kezdve, mondjuk az esztétákig kivittem, és azt mondtam nekik, hogy figyelj, tehát most tényleg ismertek, látjátok ezer éve, higgyétek el, hogy olyan helyre visznek benneteket, hogy jól fogjátok magatokat érezni, és, és mindenféle ilyen, ilyen kötelező Gondolom politikai a dolgot. Úránk, az egyik kiemelt helye volt a Hargita. Igen, igen, és akkor és engedjetek el magatokat, és csak úgy élvezétek az egészet és úgy megcsináltam hosszú, hosszú éveken keresztül, szerintem talán 10-15 éven keresztül az egészet, hogy elvittem ezeket a, a kedves értelmiségi barátaimat egy autóbusszal, megmutattam megmutatta nekik Székődvar helyett, Gyergyó Szent Miklóst, elmentünk Csíkszeredába, a kisebb falvakba bementünk, vásárolgattunk, megnéztük a gyilkostavat, és mellette még a sok-sok apró emléket is, Medvelesre például elvittem őket, és, és lényegében, ami még plusz volt hát az ez egészben. Sajnos most már azért nem olyan nehéz Medvelesre menni, csak ki kell sétálni sok erdélyi településen, a település a falu közepére, vagy szélére, és ott a medve, bár ez most a legfrissebb hírek szerint talán az uniós szabályozásban változni fog. Fog, és egy kicsit elindulhat egyfajta egészséges populáció ritkítás. Hát Bár ez, ez nagyon nehéz kérdés. Nehéz ez viz. nagyon igen. nehéz kérdés, igen, igen, igen. Szóval visszatérve egy picit az előzőre, egy fél mondat erejéig, ha hogy itt gyakorlatilag minden este szerveztem beszélgetéseket olyanokkal, akik a helyi közéletben tevékenykednek a különböző vállalkozókkal, a polgármesterekkel, akiket ismertem, függetlenül attól, hogy most mit tudom én, éppen az ottani pártállásom mi volt akkoriban. És ez azért volt érdekes, mert bármit lehetett kérdezni. Tehát nyugodtan, kőkeményen bele lehetett kérdezni, nem volt semmilyen titok, és nagyon-nagyon szerették ezt. Tehát nagyon-nagyon szerették azt, hogy, hogy a végén úgy mentek haza, hogy te jó ég. És emlékszem, hogy, hogy az egyik ilyen tényleg nagyon kemény, superstar értelmiségünk, aki teljesen máshogy gondolkodott a világról, az ott volt a gyilkostó mellett este egy buliban, és és Erdét éltette hanyat fekve ott a, a szálloda előtt, tehát és, és, úgy érezte, hogy ez tényleg ez, ez, egy csodálatos hely, és azt gondolom, hogy tényleg ezt, hogy, 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 érezzük át, hogy milyen, milyen kincseink vannak, amikor a közös hát mondjuk ez valóban megnézzük. az alkalmazott politika, amikor az <laughs> ez elmény, nehéz szó ez, hogy alkalmazott politika nem jön tehát ezt nem tudom. természetesen a politikai fogalmaknak, de ugye nem pártpolitika, nem ideológia, hanem a, a valóban a helyben tapasztalás, megtapasztalása a valóság. Hát én ahhoz kisfiúnak érzem magam, hogy bármikor is azt mondjam, hogy mondjuk politika, mert önmagában olyankor az ember egy picit így elkezd a, a háta látszólag. Tehát én igazából meg akartam mutatni azt, hogy, hogy az ott élő magyarok csodálatos emberek jó pár közülük, és hát voltak ott is jók és jó kis gonoszak, is mindegyik ugyanolyan, de alapvetően magyarok, közös a kultúrkincsük, és ez nagyon érdekes, és a természet is csodálatos. Tehát én, én egy sokkal földhöz ragadtabb világot gondoltam, hogy, 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 hogy bemutatok, tehát én nem tudok akkora léptékbe gondolkodni, mint itt azok, akik ezzel foglalkoznak, hát nyilván azért vannak ők azon a helyen, én meg ugye itt ezen a helyen, de de önmagában az, amit tudtam nekik nyújtani, szerintem azért az, az egy érdekes élmény volt, és máshogy kezdtek el gondolkodni már rólunk önmagunkról is, hogy most akkor tényleg, ha ideérkezik például valaki székülvarhelyről, vagy, 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 vagy bárhonnan, akkor, akkor már ő egy, ugyanolyan magyar, mint mi, és még nem román. A realitásokról és a valóságról és a helyzetről beszélgetünk, ugye év eleje van, 2023 már, amikor ez a beszélgetés adásba kerül, a Kárpát-medencében élő magyarok, vagy akár bárhol a világban, diaszporában élő magyarok mennyire lehetnek bizakodóak, hogy egyáltalán lehet majd valamilyen szinten mégiscsak föntartani magyar-magyar kapcsolatokat és ismerkedni, mert tény, hogy a helyzet nem egyszerű. Hát gondoljunk csak a kárpátaljai magyarokra, gondolom oda is számtalanszor kiutaztál, jártál, ismered az ottani gyönyörű látnivalókat. Hát elég nehéz belegondolni, hogy most lehet -e egyáltalán turizmusról beszélni ott? Lehet turizmusról beszélni valamilyen formában szinte mindig, mindenhol, mert még a legkeményebb időszakban is van katasztrófa turizmus, bármilyen morbidan hangzik, tehát mindig valami van, de nyilván, hogy mi lesz a jövőben, azt majd meglátjuk az elkövetkezendő időszakban. Tehát természetesen mindenfajta vírus, harci cselekmény, minden, ami veszélyezteti az életet, a biztonságot, az a turizmust nagyon-nagyon megnehezíti, el is lehetetlenítheti, de a, a különböző hivatalos szervek sem engedik azt nyilván, hogy felelőtlenül az ember mondjuk egy országban egy másikba turistaként elmenjen úgy, hogy utána meg a követségnek kell hazahoznia. Tehát ilyen szempontból rendkívül nehéz a helyzet természetesen. Hát abban kell bízni, hogy minél hamarabb már ismét turistaként fel tudunk keresni minél több helyet. Ugye akkor térjünk vissza a kiinduló ponthoz, így látják a magyarokat a világban a könyvet, legutóbbi könyvednek a címe. Hogy látnak bennünket? például most egy hírt, ha olvasok, akkor uh, világhírű uh, egyik borunk éppen most uh, díjat nyert egészen pontosan, hogyha jól emlékszem, akkor először nyert magyar olasz rizning platina érmet tekintélyes borversenyen a Zelna borászat, és akkor ez most nem a reklámhelye Londonban. Ezek a dolgok fontosak, és viszik előre az ügyünket, a magyarság ügyét a világban például, de sorolhatnánk akár Karikó Katalin személyét, és sok minden, és sok más személyiséget, és akár borokat, vagy bármilyen magyar terméket, hungarikumot adott esetben. Nézd, részben igazad van, részben nincs. Tehát ön értelemben, hogy a mennyire ismerik a magyar borok, a borokat a világban, a világ legtöbb részén nem ismerik a magyar borokat, tehát mondjuk ki, az bármennyire is jó. Hibánk? Hát ez annak, a, ez annak a, a, a következménye, hogy nem tudunk akkora mennyiséget termelni, ami elegendő legyen jó pár piacra, és igazából a, ahhoz, hogy mondjuk egy nagyon jó minőségű borunk a világot meghódítsa, ahhoz rengeteg PR marketing és sokkal drágább árfekvés szükséges, és kevesebb területen nagyon keveset kell termelni ahhoz, hogy tényleg egy exkluzív dolgot csináljunk. Mi inkább a kettő között vagyunk, az azt jelenti, hogy nem Túlságosan nagyot, sokat termelünk, tehát nem tudunk egy, egy olyan piacra betörni, ami jóval nagyobb felvevőpiac, és nagyobb mértékben gondolkodik, de nem is vagyunk annyira exkluzívak, hogy csak nagyon kevés van, és emiatt aztán rendkívül drága, meg nagyon jó a pr Tehát azért sok minden van, ami azért a kárpát Kárpatercében népszerű, de ha elhagyjuk az országot, akkor nem biztos, hogy olyan, mint ami ennek mi gondoljuk. Tehát azért a magyar borokat jó pár helyen a szakma az itt ismeri, de az átlag ember az nem feltétlenül ismeri, itt hogy Magyarországon a milyen jogok vannak. Ágazatától elszakadva, mennyire sikeres a te meglátásod szerint a magyar kormánynak a vállalkozást támogató programja több is van ebből régiónként, délvidéken, Erdében, felvidéken például és több éven keresztül zajló programokról beszélünk, jelenleg is számos ilyen fut. Én azt gondolom, hogy minden ilyen program, ami a gazdaság fejlesztését szolgálja, alapvetően három hozadékkal is rendelkezik. Az első hozadéka az az, hogy önmagukban a vállalkozók azok egy pozitív impulzust kapnak, akkor akik a termékeiket, szolgáltatásaikat igénybe veszik, azoknak is egyfajta pozitív dolog lesz, és hát ne felejtsük el, hogy ha ők termelnek és jobbak lesznek, akkor pedig az adóbevételek is növekednek, az pedig az adott közösségnek is rendkívül jó. Tehát ez tényleg olyan, hogy egy forintból lehet kettőt, hármat is csinálni, tehát ilyen értelemben mindenképpen hasznosak ezek a programok. Az biztos, hogy azért, amikor arról beszélünk, hogy mi mindenünk van, akkor azért tudni kell azt, hogy ahhoz, hogy az egész világon ismertek legyenek szolgáltatások, produktumok, ahhoz azért kell rengeteg-rengeteg minden, kell nagyon-nagyon komoly összhang, hiszen nagyon sokan még Magyarország létéről sem tudnak, és az sem, hogy mondjuk itt van Közép-Kelet-Európában egy ilyen ország és egy ilyen nép. Tehát egy ilyen nemzet. Tehát azt látjuk, hogy azért, hogy azért ez is igaz. A másik oldalon pedig sokkal pozitívabban gondolkodnak nagyon sok helyen rólunk, mint ahogy mi gondolnánk. De akár a különböző országokban is. Hát én azért vizsgáltam kutatásokat épp úgy, mint beszélgetéseket, interjúkat készítettem, tehát a könyvet én nem úgy írtam meg, hogy ez egy tudományos munka, hanem úgy írtam meg, hogy egy szórakoztató olvasmány legyen. Emiatt aztán vegyesen jelentkeznek benne, ahol van kutatás, a kutatási eredmény, ahol beszélgetés, ott mondjuk egy két, három, négy, öt, hat, vagy akár 50 interjúnak a, a, zanzásított eredménye, és az alapján azt mondhatom egyébként, hogy hogy sokkal többen jobban, pozitívabban gondolkodnak a magyarok ötletességéről, a magyarok Kultúrájáról, a városokról, meg mindenről, mint azt mi gondolnánk. És hát persze vannak negatív vélemények is, nyilván bizonyos szegmensekben, de nem olyan, mint első pillanatban a pessimista hangvételünkkel gondolnánk. Hát a pessimizmust azért sokan kiemelik. Tehát, tehát összességében szerintem, ha valaki például eljön Magyarországra, szinte biztos, hogy sokkal pozitívabb lesz a véleménye, mint, mint korábban gondolta mérték egyébként azt is, hogy a Budapestre érkezők mit gondoltak előtte, és mit gondoltak utána, miután a kirándulásra sor került, és mindenki sokkal-sokkal jobban érezte magát, mint azt várta. És egyébként nem mindenhol van ez így, tehát mondjuk Dublinnál ez nem így jelentkezett, ott például többet vártak, mint amit adott jó pár esetben. Tehát vannak olyan helyek, ahol ez nem így működött, úgyhogy ilyen szempontból van mire büszkének lenni. Tehát van, amit irigyelnek tőlünk, van, amit, amit rend Kívül nagyra becsülnek. Hát a szovákok azért örülnének, hogyha annyi nobel díjasuk lenne, mint nekünk. Nagyon sok ország azt mondja, hogy hát csodálatos dolog, hogy milyen jó itt a klíma. A gyógyvizeket imádják. Hát, hogyha ide jön egy orosz, és két hetes kúrára elmegy sárvárra, vagy valahova, akkor úgy megy haza, hogy hát ez maga volt a paradicsom. Tehát ilyen értelemben, most csak azért mondom, mert ők tették sárvára hajdúszavoszló hévíz forgalmának jelentős részét a háború előtt. Tehát azért azt gondolom, hogy ilyen téren máshogy gondolkodnak a világban rólunk, mint azt mi hiszük, és hát vannak persze persze meghökkentő dolgok is, hát a pessimizmusunk az legendás volt, egy, egy nagyon kedves hölgy, sokat beszélgettem vele, itt dolgozott Magyarországon külföldi, és mondta, hogy hát a férfi itt Magyarországon állandóan panaszkodtak, az egyikük egyszer örült igazán, amikor meghalt a nagyapja, és nem kellett megadni a kölcsönkért pénzt. Tehát vannak ilyenek is, meg hát Japánban is megjelent mondjuk Magyarországról egy olyan cikk, aminek az volt a címe, hogy a horror vonatán ültem és akkor kérdeztem japán ismerősömet, hogy de hát mi volt ez a felgeteges élmény, és hát kiderült, hogy semmit csak siófokra lement a szezonban. Tehát <laughs> igazából vannak ilyenek, úgyhogy... Lehet, hogy a japán metrón is hasonló élményeket szereznek pont, francia, de az egy más környezet. Francia interjú alanyom pedig mondta, hogy hát egy ideig őszintén azt hitte, hogy a Tesco-s szatyor az divatszik nálunk Magyarországon. De, hát ilyen szempontból vannak persze vicces, karikírozott dolgok, de ha a teljes összképet nézzük, akkor a vidámaknak mulatni tudó és olyan embereknek láttak minket, akik szeretik a vendégeket, akik nyitottak, akiknek csodálatos érdekes a kultúrájuk, a zenénket imádják, a hidakat például. Hát én forgattam japánoknak a budapesti hidakról még, és külön megkérdezték mindegyik esetében, hogy ki építette, mikor, hogyan, még a helyes kiejtésre is rákérdeztek, hogy amikor majd feliratozzák, szinkronizálják, akkor az jó legyen. Tehát az biztos, hogy, hogy nagyon sok olyan dolgot letettünk az asztalra, amit azért csodál a világ. Hát nem tudom, hogy mit gondoltak erről a témáról, hogy milyennek látnak bennünket, magyarokat a világban, de hogy valószínűleg most már optimistán fognak önmagukra nézni ebben az évben, Remélhetőleg ennek a mai beszélgetésnek a hatására is ebben bízom. Kis Robert Rihárdnak, dr. Kis Robert Rihárdnak, turisztikai szakújságírónak, Prima Primissima Díjas kommunikációs szakembernek köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, köszönöm, hogy eljöttél, és Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak, meghallgatták a beszélgetést és végignéztek bennünket. Boldog új évet kívánok!